Sziasztok! Boldog Valentin napot mindenkinek! Valentin nap alkalmából elhoztam nektek a Valentin napi smink sorozatom harmadik részét. Ez a smink igazából egy kicsit már fantázia smink lesz, egy ilyen figurális, festős valami, de hogyha te nem akarsz olyan nagyon hű, de mekkora fantázia sminkeket csinálni, meg figurálisat, meg ilyet, meg olyat, akkor is tarts velem, mert nagyon sok hasznos információ lehet esetleg benne, amit a kisebb sminkekhez is nem árt, hogyha tudsz. Úgyhogy, ha van kedvetek, akkor lássétek meg, hogy mit készítek ma nektek, de mielőtt belekezdünk, iratkozzatok fel csatornámra, és lájkoljátok ezt a videót, kérlek, mert ez nekem nagy segítség. Köszönöm! Ha esetleg még nem láttátok a többi részt, akkor be fogom ide a videó leírásába linkelni. Ez egy három részes sorozat, ami arról szól, hogy Valentin nap ihletésű sminkeket hoztam három szinten. Az első rész egy nagyon egyszerű ecsetnél nélkül készült smink, a második egy kicsit nehezebb, a harmadik pedig ez, ami a legbonyolultabb lesz. Ezen kívül még ráadásul egy kollabos videót is hoztam Valentin nap alkalmából nektek. 10 álltunk össze youtuberek, akik 10 sminkötletet hoztunk nektek, kiki a saját stílusára formálva ezt a Valentin napi smink téma dolgot. Úgyhogy ha nem láttátok, akkor azt is nézzétek meg. Természetesen ezt mindet, amiről beszéltem, belinkeltem a videó leírásába. Na de mit fogunk ma csinálni? Hát először is piros lesz a főszínem, igazából nem monokrom, de a főszín piros lesz. Ami azért is, mert nyilván már Valentin nap, és erre egy csomó rózsaszínes sminket hoztam idén, de azért is, mert az 5 smink 5 cél kihívásos videómban ez volt az egyik kihívásom, hogy készítsek végre egy piros sminket. Nem pirosas, nem rózsaszín, nem narancsos, piros sminket. Ez ugye azért is nehéz, mert egyrészt nem minden palettában akad azért piros, tehát tényleg piros, ami nem hajlik minden másba. De én most találtam szerencsémre az Evana Infinity Shades palettájában, amivel egyébként Valentin napi sminket is készítettem, meghoztam saját videót is. Egy tényleg piros-pirosat, tehát az lesz ott az egyik színünk, és ehhez én a Morphe Dare to Create palettából fogok egy ilyen, hát ez már kicsit ilyen bordos-barnás valami, de ez itt, ez a szín, de a kettő nagyon szép lesz együtt, és a piros lesz a fő, ezzel fogok bemélyíteni. Ezen kívül még fehéret is fogok hozzáhasználni, az biztos. Meg akvát. Na és akkor itt ne jegyetek meg. Akvatechnikás videóm van már 1000, és a cut crease-es, van egy olyan videóm is, ahol négyféleképp készítek cut crease sminket, ott is az egyiknek az alapját, de csak az alapját akvával csináltam, ami bizonyíték arra, hogy sima alkalmi sminkeknek is mennyire jól jöhet megrajzolni a formáját, csak egy főívet adni, aztán az összes többit csinálod porral. Hát itt egy kicsit többet fogom használni, jaj, ezt el kéne dugnom ezt a palettát, de 100 milliárd éves, ugye után tölthető, úgyhogy ez tényleg 10 éves a Kriolán Aqua palettája, amiből ugye ki lehet venni és lehet cserélgetni a színeket, és mint látjátok, már nyúltam mindennel mindenhova. A piros egyébként már lyukas, de most azért elég lesz, ez egy fél életre elég egyébként egy ilyen paletta. Na, ezzel fogunk dolgozni, az Aqua technikához pedig egy Turusman Liner Brush-t fogok használni, és egy Turusman Aqua Blending Brush-t. Mind a kettőnél az a nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy természetes szőrűek. Aqua technikázni nem lehet mással, csak természetes szőrű ecsettel. Na, hát az alapjait meg fogom tehát rajzolni akvával, és utána pedig rá fogunk porolni. És hogy még spékeljem az egészet, valahova már összegyűjtöttem, nem tudom, hova raktam, na mindegy, mert megkeresem, köveket is, egy pár követ is fel fogunk ragasztani ehhez az egész kis kreálmányhoz. És egyébként az meg a következő 5 smink 5 cél kihívás videómban egy kihívásom lesz, vagy volt, nem tudom, bevallom őszintén, hogy melyik videó megy ki hamarabb majd, de már felvettem, hogy köveket is használjak, köves sminkeket is készítsek, úgyhogy itt most azt is ki fogom pipálni, majd arról is beszélünk egy kicsit. Na, de most kezdjünk bele! Look around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new road, yeah. We'll be going in circles. A szemöldökömet már előre megcsináltam, ez Evana szemöldök zseli egyébként, de a fontos információ ezzel kapcsolatban annyi, hogy alatt a korrektorral ugye kihúztam és eldolgoztam a korrektort, ami azért fontos, két dolog, az egyik, na, és ott most el is rontottam, kicsit belenyúltam, az egyik,
hogy egy kis javítás közben. Az, hogy egy akármilyen smink is, de egy fantázia sminknél meg aztán végképp fontos, hogyha a korrektorral a szemöldököt kihúzod és azt eldolgozod, akkor eleve van itt egy kiemelés, eleve van itt egy kis világosítás, ugye? És a port, hogyha eldolgozod, majd itt ugye, amiket satírozásként használunk, ha abba dolgozod el, akkor sokkal szebb lesz, sokkal jobban kiemelni, sokkal füstösebb lesz, és ez egy ilyen kis nüansznyi apróság, de pont ezektől az ilyen kis nüansznyi finomságoktól lesz egy smink még kifinomultabb, még professzionálisabb, még ütősebb a végeredmény. Tehát ezt például semmiképp sem hagyom ki, hogyha általában se, de fantáziás sminknél meg aztán végképp nem. Viszont, és itt jön a második, ami viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, akvatechnika alá nem szabad túlságosan krémes, csúszós alapot használni. Az akva egyébként olyan anyag, amiből vannak direkt testszínű színek is, stiftesen is lehet egyébként kapni, meg lehet kapni ugye ilyen kiszerelésben is, mint ez, és ha ilyen kiszerelésben bőrszínűt veszel, akkor azt alapozóként is lehet használni. Akva, tehát vízzel kell felhígítani és úgy használni ecsettel vagy szivacssal, de miután megszárad, brutál tartós, meg utána leporoljuk ugye természetesen, és azzal fixáljuk. Viszont nem szereti a túl csúszós krémes alapokat. Az akva önmagának is lehet alapja, tehát mondjuk ha a szemedre raksz akvából, tehát ugyanebből az akvából bőrszínűt, akkor az is lehet egy alap, vagy akár nem is kell alap, csak jól zsírtalanítsd le. Vagy pedig én a legjobban az Urban Decay Primer Potion-ét szeretem ez alá is használni, de itt most fontos, hogy ez és nem másik, mert a legtöbb szemhéj alap, amit így lehet kapni, akár tégelyes, akár ilyen kinyomós, azok általában csúszósabbak is. Ez viszont viszonylag hamar, és hogy főleg a keveset raksz, szárazra szárad. Tehát ezen működik az akva, de a legtöbb ilyen jellegű szemhéj alapon viszont nem annyira. Úgyhogy ez egy fontos részlete. És ezt még azért is teszem hozzá, mert az előbb beszéltünk arról, hogy a szemöldököt érdemes itt ugye kiemelni alulról, de utána azt, amikor eldolgozod, akkor ugye itt lejön nagyon a korrektor, és az viszont egy csúszós krémes dolog az akva alá. Ezért én azt szoktam csinálni, hogy fogok egy főtisztítót, és itt visszaszedem, fogok egy főtisztítót, mindjárt mutatom, és itt így visszaszedegetem egy kicsit, és akkor eltűnik onnan, erre rárakom a... Itt megmarad ugye attól még a kiemelés meg a korrektor, de itt eltűnik. Erre rárakom az Urban Decay Primer Portion-t, és akkor úgy már jó lesz. Hát ezt nem vettem föl külön a videóra, ez így is érthető volt szerintem. De akkor felrakom most a Primer Portion-t, keveset, amilyen keveset csak lehet, de azért annyit, hogy mindenhol szépen homogénen elterüljön. Mert hogyha valahol foltos lesz, vagy lyukacsos, vagy peremet hagysz, nem dolgoztad ezt szépen, akkor az akva nagyon jól ki fogja emelni azt a hibát. Az akva az ott fog jobban tapadni, ahol van alap, és ott kevésbé, ahol nincs, és foltos lesz. Úgyhogy erre figyelj nagyon. Nem egy nagy ördöngös, csak oda kell figyelni. Egyébként, hogyha nincsen Urban Decay Primer Potion-öd, akkor azt is lehet csinálni, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon, háromszor aláhúzva, nagyon lájtos, folyékony alapozót, ha fölraksz nagyon vékony rétegben, és azt egy nagyon-nagyon picit púderrel leporolod, akkor utána arra is lehet akvázni akár. Van, aki így csinálja az alapot. Szerintem ez a legbiztosabb, leghatékonyabb és legegyszerűbb módszere, csak ezt mondjuk nem biztos, hogy mindenkinek van otthon a fiókjában. Nem mintha akva technikás palettája mindenkinek lenne otthon a fiókjában, na mindegy. Na és akkor kezdjük, tehát a két említett ecsetem itt van, Turbo Steven Liner Brush és Aqua Blending Brush. Ez a blending brush, ez nem pont olyan, mint a sima blending brushom, ami most nem is tudom, hol van. Ez egy tömörebb ecset. Veletok. Megvan. Szóval, ugye a small blending brush az ilyen hozzá képest, egy kicsit hosszabb, mikor nincs elkopva, mert már nem több éves a szőrem. Most ezt találtam éppen meg. Szóval a lényeg az, hogy ez sokkal jobban széterül, ez sokkal tömörebb ez az akvás, és azért nagyon-nagyon fontos, nem is tudsz mással dolgozni, csak ilyen hasonlóval, mert természetes szőrű, ugye az akva technikához az kell, hogy fel tudja venni a szőrébe a vizet, az ecset, máskülönben nem fog működni.
A liner brushnál pedig az a nagyon-nagyon fontos, hogy szintén természetes szőrő, ugye ugyanebből az okból kifolyólag, ezen kívül pedig nagyon szép hegyesre összedolgozható, tehát nagyon vékony és precíz hegyben végződik. Ez a két dolog, ami nagyon fontos az akvához. Egyébként mindenkettőt megtaláltak a webshopomban, a direct setben is árulom őket, tehát az akvát és a linert meg lehet együtt is venni, kedvezményesebb áron, mint külön-külön. Direkt azért, mert ha valaki akvatechnikázni szeretne elkezdeni tanulni, akkor ez a kettő, ez a két ecset mindenképp kell hozzá. Na, és akkor lesz fekete, fehér és piros szín a főszíneim ebben a sminkben, és akkor jön a Kriolán akvapalettája, meg az akva liner ecsetem, vagy hát liner ecsetem, ami az apához is jó. Meg víz kell nekünk. Behoztam egy kis tálkába vizet, azt most nem mutatom meg, el tudjátok képzelni. És az első, amit meg fogok adni, az feketével lesz. Először még csak halványan fogom a motívumokat megrajzolni. Ha az akvatechnika érdekel valakit, akkor egyébként van ilyen videóm, és ott nagyon részletesen elmesélem, hogy mikre kell figyelni, az állag, meg egyéb ilyen dolgokat. Nézzétek meg azt, én most erre tényleg nem térek ki, mindig ezt mondom, aztán mindig elmondok mindent, de most erre tényleg nem szeretnék kitérni. A formát szeretném először belőni, halványan, nem kell, hogy tökéletes legyen, csak nagyjából. Az biztos, hogy mélyítőmbe akarok valami ilyesmit, ilyen visszakanyarodósat, hogy itt legyen egy liner majd, és a liner vége az így fölkanyarodik ide a mélyítőbe. Itt valami ilyesmi lesz, mert lesz, amit közben találok ki, és ez ide bele fog veszni valahova, valameddig. Így. Amíg meg nem szárad, addig ez egy főtisztítóval simán leszedhető és javítható. Ha megszáradt, akkor nagyon picit benedvesíted a főtisztítót, és szintén visszaszedhető, úgyhogy ez tényleg biztonságos. Minden egyes lépést a másik oldalon is azonnal csinálok, hogy minél egyformább legyen a két oldal, de ezt nem fogom fölvenni folyamatosan, csak mondom, hogy ez mindig így történik. Ezt alulról is folytatni fogom, mert alul is ki szeretném majd húzni, úgyhogy itt lesz a következő mozzanatom. Picit vizes az akva. Picit szedtem le a papírra, és folytatom új anyaggal. Így. És itt majd szeretném belevinni az első ilyen figurális kis mozzanatot, ami úgy fog kinézni, hogy ebből jön majd ide ki egy ilyen kis kacs. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise, or will you? I just wanna get to know ya. I wanna go find. Itt viszont egy picit a végét visszavastagítom, vagy megvastagítom. Ami azért lesz nekem fontos, mert ugye ezt mindig mondom, de ilyen sminkeknél aztán főleg nagyon-nagyon fontos részlet, hogy ugye, ha van egy vonalad a sminkben, akkor az soha nem lehet túl hosszú távon egyforma vastagságú. Tehát mindig kell ahhoz, hogy szép legyen, hogy dinamikus legyen. Tehát magyarul, ha itt elhal, akkor itt be kell vastagítanunk, ha itt vastagít, el kell, hogy vékonyítsuk, mert nem maradhat egyforma vastag végig, mert akkor az csúnya. Így viszont lesz benne egy kis játék, és úgy már nem csúnya. Ja, most ezt megpróbálom ugyanilyenre a másik oldalon is. Ja, meg ezt itt összekötöm. És most jön a piros! Na nézzük! Ott a piros-piros, ez az akva, ez piros-piros. Abból veszek fel. Jó hegyesre berendezem az ecset szőreit. És mehet. Na! Most ide akarok rakni, itt a fekete fölött úgy képzeljétek el, hogy lesz egy fehér, ami itt bejön, és a fölött lesz a piros, tehát a kettő közt még kell hely nekem a fehérre. Egy ilyen... Így valahogy, vagy higgyétek el, lesz ennek értelme. Így jön egy piros,
Így, és aztán azt is így fölviszem. Így, de ugye a vékonyság vastagságra most is kell figyelnem, úgyhogy ezt a piros vonalat viszont el fogom satírozni, de még így is fogok arra vigyázni, hogy itt legyen a legintenzívebb és a legvastagabb. Az akvával el is kezdem, és ezzel az ecsettel itt megvastagítani, de erre vékonyodik. Mármint ott is elfüstösítem, de vékonyabban. Elkezdem a liner ecsettel, de aztán átváltok mindjárt az aqua blendingesre. Végigmegyek az ecsettel. Gyakorlatilag az egészen. Aquás blending ecsetre váltok. Nincs rajta semmi anyag. Elég eldolgozható még így is, de aztán majd mindjárt hozok még pluszba. Középre. Ide. A szemöldökhöz nem fogok hozzájönni sehol. Itt a végét meg megcsinálom úgy, hogy ilyen kis elhalós legyen. Ezt még sokkal jobban ki fogjuk dolgozni, de most tovább megyek még egy lépéssel, hogy a forma lassan kialakuljon. És ne jegyetek meg, jó lesz ez. Ide be fogok nyúlni egy kis hegyel, csúcsa. Követni fogom egy kicsit. Ennek itt a vonalát. Ennek a vonalát, de azt is úgy, hogy az is ott kicsit váltakozza, hogy ne egyforma vastagságú legyen végig. Tehát itt ugye vékonyabb, aztán bevastagszik. Így, és ott megint el fog térni kicsit. Így fölfele, és akkor ott megint vastagabb. De közben a piros sávom is ugyanilyen játékot fog játszani. Így is a szemöldökömön túl is viszem egy kicsit. Ez a piros most egy színű piros lesz, de majd a porral szemöldökömre vigyázok. De majd a porral fogom ezt is ilyen átmenetessé tenni. Meg persze itt azért már itt ezt elfüstösítem. De majd amikor parolunk, ez még jobb lesz. Na, a fő motívumai ezek lesznek a sminknek, és akkor most jön a kidolgozás. Fehérből csalok, már abból van egy ilyen nagyon nagy akvám. Ez is különös, csak nagy kiszerelés, ugye a fehér fogy legtöbbet. És akkor a liner ecsettel a közöket elkezdem berajzolgatni. I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel to the mighty, flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted. Wanna find you drop top without a choice. Yeah, hair blow round to the wind.
window singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the culture. I wanna dive first to the ocean. I wanna know all of you. Growing up like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. And live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long. We'll be driving down the state, yeah. Look around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's old. Na hát az akás része nagyjából végeztem, most lehet porolni, aztán még egy kicsit kifinomítgatni, kiélesítgetni. I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel till I'm 80. Flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted. Wanna find you drop top without a choice, yeah. Hair blow round to the window singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive first to the ocean. I wanna know all of you. Growing up like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. And live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long. We'll be driving down the state, yeah. Look around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long. I'm feeling a little crazy.
sat at home being lazy. Wanna travel till I'm 80, flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted. Wanna find you drop top without a choice, yeah. Hair blow round to the window singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive first to the ocean. I wanna know all of you. Growing up like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. And live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long. We'll be driving out of state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise. Kőragasztáshoz a legjobb olyan a Kriolan Multigia Clear ragasztót szeretem használni, mert ez ilyen kis zselés állagú, és ebbe ágyat lehet csinálni, úgymond, a kőnek, és ebbe tapasztom bele. Azért szeretem nagyon, mert egyrészt például egy műszempilla ragasztóval ellentétben, hogyha a kőhöz hozzáér, nem mattítja el. Ezen kívül nagyon tartós, hogyha véletlenül elfeledkezel róla és hozzáérsz, sem fog lepotyogni, viszont ha le akarod mosni, akkor meg nagyon könnyen leszedhető. És ezt is nagyon szeretem benne. Egyébként én kis csípesszel szoktam felvenni a köveket, én megfogom, ott a kő, ha látszik, így megfogom, belemártom az alját egy picikét, és aztán a kívánt helyre fölpöttyintem. Nem igazán kell ezt a követ, vagy ezt a ragasztót így ott tartani, vagy nyomkodni, így a helyre igazítod, egy-két másodpercig oda nyomod, aztán kész, ennyi. És mehet is mellé a többi. Minél nagyobb a köv egyébként, tehát hogyha még nagyobb követről, akár ilyen ekkorákról beszélünk, fantázia sminkhez, vagy ilyesmi, annál kevesebb ragasztó kell különben, mert lecsúszik. Egész egyszerűen nem tud megködni a ragasztó. Ilyen kicsike követnél azért ennyire nem kritikus ez a dolog, ezt nehezebb elrontani. Ez egy olyan Swarovski különben, ami színjátszós, de bordóba színjátszik. Hát onnan nem tudom, ahol ti ültök, mennyire látszik. De szép. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long. I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel till I'm 80. Flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted. Wanna find you drop top without a choice, yeah. Hair blow round to the window singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive first to the ocean. I wanna know all of you. Growing up like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. And live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long.
Na, hát elkészült a sminkem. Tudom, hogy nem konkrétan a hordható palettanapi smink kategória, de harmadiknak most be akartam dobni egy ilyet, hiszen ez a legnehezebb szint a három videóból a sorozatomban. Egyébként én nagyon szeretek ilyeneket is csinálni, de úgy vettem észre, hogy itt a csatornámon sokkal jobban futnak a hordhatók sminkek, meg az olyan alkalmik, amik azért még közelebb állnak a megvalósíthatóhoz egy átlagember számára is. De azért néha szeretek egy-egy ilyet bedobni, mert olyan ritkán csinálok, inkább a sminksuliba szoktunk. Írjátok meg kommentben, hogy ettől függetlenül nektek volt-e kedvetek végignézni. Igazából, ha már valaki ezt hallja, amit most mondok, akkor nagyon köszönöm, mert akkor végignézte. De írjátok meg kommentben, hogy hogy tetszett ez a három részes smink sorozat. A legközelebbiben nem ennyire bonyolultat hozok harmadiknak, esküszöm, megígérem. Arra is kíváncsi vagyok, hogy ti Valentin naposztok-e, meg úgy általában, hogy akvatechnikáztatok-e már, meg bármit írjatok meg, amit csak eszetekbe jut. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, lájkoljátok ezt a videót, kérlek, és iratkozzatok fel csatornámra. Sziasztok, boldog Valentin napot!